my eyes is a desert of stone and ice. The surface red like Mars as the winds flow in galactic times, where no one ever found the crying winds it sound. Was it really once a land and the life it might have held? What flourished here before? Wasteland, wasteland. I wanna make it to the end, but the roofs and the sand are electrified, and I'm tied to the bone, still energized, and I'm jumping to avoid the vault, to escape the old. Since Chernobyl, that we have more or less, I would say, a 70-75% majority in the German public to get rid of nuclear power plants. Az a mondjuk egy közmegegyezés, hogy rendben elfogadjuk Paks 1-et, annak ellenére nem kérdeztek meg minket, és nem beszélték meg velünk a költségeket, és nem árulták el, ez mennyibe fog kerülni, és milyen kockázatokkal jár, de elfogadta az ország. Akkor ezt a társadalmi vitát, ezeket a morális kérdéseket ezt újra le kéne folytatni, és újra át kéne beszélni, hogy valóban ez az ország most tényleg hajlamos-e arra, hajlandó-e arra, hogy további 100 évet belerakjon ebbe az iparágba. There's no veto, not the right to have a veto for regions who say I'm not confirming what was developed in the past and I have many concerns, and also there is no public meaning heard. It is only the situation the people are informed, but they have no participation rights, not by law and not in reality. The people, not just in the sites, should actually pay attention to this problem, because it is not only regional topic, nuclear and also of course radioactive waste and spent fuel management. It is regional, it is national, it is international. Also, in case of the nuclear accident, also the people who are not living only close to the nuclear power plant will be affected. It's just a matter of the weather, it's a matter of where the wind will blow, where the rain will come and bring the radioactivity or radionuclides. A társadalmi részvétel természetesen kiterjed olyan kérdésekre is, amit a jogi szabályozás pillanatnyilag még nem tud megfelelően kezelni. Ezek a 21. században egy ilyen volumenű beruházás, ami hosszú távra, tehát a következő generációkra nézve egyelőre beláthatatlan terheket fog jelenteni. Egy ilyen beruházás esetén alapfeltétel lenne az, hogy átlátható legyen a döntéshozatal, rendelkezésre álljanak a társadalom tagjai számára a szükséges információk, akár az is elképzelhető, hogy egy népszavazás döntsön ebben a kérdésben, hiszen itt akkora összegekről beszélünk, és olyan időtávokról, amit egy laikus nem tud fölfogni, csak akkor, hogyha képbe kerül, tehát ha megfelelő információkat kap. A környezetvédelmi szabályozásnak az alap filozófiája az most már régóta az, hogy ami lehet, az legyen nyilvános, tehát hogy a titkosság legyen a kivétel. Ehhez képest ugye azt látjuk, hogy az atomenergia területén, meg inkább fordítva, a titkosság a főszabály, és úgy kell kiperelni az adatokat, hogy azok nyilvánossá válhassanak. Ugye a Paks esetében a 30 évre titkosították a legfontosabb adatokat, ami azt jelenti, hogy a tervek szerint már régen üzemelni fog az atomerőmű, mikor hozzá lehet férni ezekhez az információkhoz, miközben itt az átláthatóság, az információk nyilvánossága azért lenne pont fontos, mert a transzparencia teszi lehetővé a döntéshozó szerveknek, hatóságoknak az elszámoltathatóságát. Ha nekik tartani kell attól, hogy az információkhoz bárki hozzáférhet, ez velük szemben is egy garanciát jelent arra, hogy nem merülhet föl semmilyen gyanú
a döntésük jogszerűségét illetően. Az mindenképpen különbség például Nyugat-Európa, meg Kelet-Európa, vagy Közép-Kelet-Európa között, mondjuk Magyarország és Svédország között, hogy Svédországban, ha építenek egy nukleáris hulladéktárolót, arról nagyon-nagyon sok fórumot, diskurzust tartanak azon a településen, ahol ez meg fog épülni. Tehát a lakosságot ebben a meggyőzési folyamatban bevonják, és elmondják pro-kontra, hogy mi szól emellett, mi szól ellene. Nyilván egy ilyen fórum lehetőségeként egy zöld szervezet is megjelenhet, és elmondhatja a település lakóinak, hogy egy ilyen tároló milyen kockázatokkal jár, majd ennek a végén népszavazást tartanak arról, hogy épüljön-e oda. Tehát, hogy magát a népszavazást megelőzi egy nagyon komoly felvilágosító aktus, amiben nyilván nagyon sok vita elem is van. In the Czech Republic, it's not even clear how they will choose the final site at the moment. They don't have clear criteria. The whole process in the Czech Republic is not transparent, is not democratic, and people are actually rebelling or protesting and defending their own rights. Yeah, usually the nuclear industries are very closely linked with government or with certain political parties. They are the less transparent, the least than transparent sector of the energy system. They are a source of corruption. So it is about a kind of political industrial complex you are dealing with if you are then entering this then area of nuclear industries. And this is very different to the new world of renewable energies, which are extremely decentralized, which are a source of citizens' engagement. For instance, in Germany, we now have more than 1 million citizens involved in solar or wind power projects. And this is kind of democratic energy system, and the nuclear complex is highly monopolized. Azt lehet látni az atomenergetikában, hogy ez tulajdonképpen egy kifelébe menő technológia. Van olcsóbb, van biztonságosabb, van jobb alternatív arra, hogyha villamos energiát akarunk termelni. Felmerül a kérdés, hogy akkor miért is nem szállunk ki belőle? És azért látszik, ez nem ilyen egyszerű. Tehát Németország eldöntötte 2011-ben, hogy végleg kiszáll. De ez nem egy két nap alatt megszületett döntés volt, ez nem azért történt, mert felrobbant Fukushimában néhány reaktor, és Angela Merkel meggondolta magát, hanem azért történt, mert egy jó 20-25 éves folyamatban volt már akkor benne Németország, amelyek során feldolgozták az összes szóba jöttő problémát, és kerestek rá megoldást, és igazán nem találták rá megoldást. Beleértve azt is, hogy a társadalom nagyon nem szerette azt, hogy itt Németországban ezt a technológiát alkalmazzák, miközben nem tudnak választ adni olyan kérdésekre, hogy mi lesz a biztonsága, mi lesz a hulladékokkal, mi lesz a költségekkel. Hogyha van egy technológiánk, ami azért lehet látni veszélyes, drága is, miért nem követeljük meg ettől a technológiától, hogy a teljes élettartamára már akkor megbízható, elfogadható megoldásokat nyújtsanak, amikor bele sem kezdett. Ugye hiszen ez a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy hogyan bontjuk le az erőműveket, nem tudjuk, hogy hova fogjuk tenni a hulladékokat, azt sem tudjuk, hogy ez ki fogja finanszírozni, illetve hogy az a pénz, amit félreteszünk, az elég lesz-e rá. Ezeket a kérdésekre igazán nincsen válasz. Ez miért lehetséges? A legtöbb technológiánál, gyárnál, egy autógyárnál, ilyeneknél ezt elvárja a társadalom, hogy ezek megtörténjenek, legyen beszámolva előre arról, hogy mi lesz majd itt akkor, amikor itt majd betetszik fejezni az üzemeltetést, miért nem várjuk el ezt az atomenergetikával kapcsolatban. Azt mondom, hogy azt gondolom, hogy a döntéshozatalatból nagyon sok mindenkit kizárnak, és nem feltétlenül csak a társadalomról beszélek, és nem csak annak a kérdéséről kell beszélni, hogy lehet-e és értelmes társadalmi vitát érdemes-e kezdeményezni és folytatni egy 10 millió ember bevonásával. Tehát arról van szó, hogy
konkrét szakmákat, szakembereket nem kérdeznek meg. Jellemzően akkor, amikor atomenergetikáról beszélünk, akkor meg szoktak kérdezni energetikusokat, fizikusokat, reaktormérnököket, építőmérnököket, nukleáris vegyészeket, energetikában dolgozó közgazdászokat. De számos más szakmaterület képviselőit nem kérdezik meg. Nem kérdezik meg környezetmérnököket, nem kérdeznek meg tájépítőket, nem kérdeznek meg akár filozófusokat, nem kérdeznek meg olyan embereket, akik nem a hagyományos technokrata szempontból tudnák megvilágítani ezt a kérdést, hanem annak a morális súlyával is foglalkoznának, hogy valójában mit is jelent az, hogy mi ezt a veszélyes és drága technológiát, amelynek gyakorlatilag egy katonai alkalmazásban születette meg a bölcsője, hogy ezt hasznosítjuk, milyen kötelezettségeink hárulnak a jelenlegi élő generációkra és a jövő generációkra. Egyetlen például Németországban akkor, amikor 2011-ben a végleges bezárásról döntöttek, az atomerők végleges bezárásáról döntöttek, hogy egy igen széles testület volt, amelyik tanácsokat adott a német kormánynak és Angela Merkelnek. Egy igen széles diskurzus folytattak le, és ebben a tanácsban helyet kaptak például az egyház munkatársai, egyházi emberek is szerepet kaptak, mert olyan szempontokat is meg akartak vizsgálni ebben a döntéshozatal során, amelyekre a hagyományos technokrata mérnöki, fizikusi, politikusi gondolkodásmódja nem adna lehetőséget, nem lehetett volna vizsgálni olyan kérdéseket, hiszen olyan kérdéseket egy mérnök nem szokott vizsgálni, hogy vajon van-e jogom nekem egy olyan technológiát üzemeltetni, amelyben számos terhet a jövő generációkra fogok átterhelni. It's not fair to leave the huge task of trying to make the process more democratic and transparent and open and safe and secure for the future generations. De ezzel szemben Magyarországon ez úgy működik, hogy ugyan tartanak népszavazást, Bártalpátiba például volt népszavazás, de ezeket nem előzik meg ilyen felvilágosító fórumok, és az egyetlen egy érv, amit én nem akarok lebecsülni, hogy ugye az a település nagyon komoly mennyiségű pénzt fog kapni Pakstól. De szerintem ez sokkal inkább egy lefizetéssel ér fel, egy megvétellel ér fel, még számomra sokkal szimpatikusabb nyilván a skandináv vagy a nyugati út, ahol beszélnek erről, és aztán tartanak népszavazást, úgy, hogy a lakosság megvan, annak a tudásnak a birtokában van, ami egy ilyen kérdés eldöntéséhez szükséges. Amikor itt Magyarországon ilyen népszavazásokat tartanak, hogy épüljen-e oda, vagy ne épüljen oda, én azt gondolom, hogy a lakosság jelentős része nincs ennek a tudásnak a birtokába, csak azt az ígéretet kapja, hogy jó lesz a falunak, be lesz új főút, fognak új játszóteret építeni, felújítják az autóbusz megállót, és a többi, és a többi. Ezek fontos dolgok, csak szerintem nem felcserélhetőek. Az atomenergiaipar és nagyon sok esetben az országos és a helyi politika is megpróbál nyilvánvalóan kompenzálni, megpróbálja azokat a lakosokat, vagy közvetlen környezetben élőket, dolgozókat úgymond megetetni, akikre ez a közvetlen veszély kihat. Nyilvánvaló persze, hogy mindenkit nem tudnak kompenzálni, mert éppen az előbb beszéltünk arról, hogy ez bizony nem csak azokra veszélyes, akik ott laknak közvetlenül egy atomtemető tetején, hanem hát ez szélesebb körben is nyilvánvalóan problémás, de azért a legnagyobb ellenállás nyilvánvalóan azok felől jöhet, akiknek a közvetlen környezetében ásnak, kutatnak, illetve ahol létesítenek ilyen atomtemetőket. És hát akkor persze mit csinálnak? Beledobnak egy kis pénzt, valójában apró pénzt, ahhoz képest, amit egyébként az atomenergiaipar például vállalkozóknak, vagy akár hát, különböző politikai döntéshozóknak hoz, vagy hozhat. Wasteland, wasteland, I wanna make it to the end. But the roofs and the sand are electrified, and I'm tied to the bone, still energized, and I'm jumping to avoid the vault, to escape the old, to reach the point of real freedom.
free.